Mi jut eszünkbe a közönségfilmekről? Pláza popcorn, chips, gumicukor, lövöldözés, matiné humor, soft sex. Közönségfilm mi? Fogalmat sincs semmiről, te. Igaz, ami igaz, tényleg nem vágom a blockbustereket, ami feltűnt, hogy ami sikeres mozifilm, abból sorozat lesz. Van ez a Transformers sorozat, ebből is készült már vagy 6. Arról szól, hogy a Hasbro játékgyár el tudja adni a fröccsöntött robotjait, ezért űrlények kocsiknak álcázzák magukat. Van benne lövöldöző robot, meg gyors autók, meg nagy kamionok, meg... Várjál, mi van még benne? Ja, semmi. Ilyen úcska sci-fi ötletet talán csak az Ed Wood tudott kitalálni. Az autópályáról délre fordulók megrettentek, amikor 3 repülő csészealjat láttak magasan a Hollywood Boulevard felett. Vagy ott vannak az animációs sorozatok, mint a Toy Story, ami amúgy egész jó. Amikor a filmkészítők nem akarnak úgy tenni, mintha érett személyiségeknek készülnének ezek a filmek, akkor kijöhet belőlük egy egész szórakoztató gyerekmese. De amíg úgy dolgoznak, hogy egy kövér kínai kisfiú fantáziájára szabják a történetet, majd leforgatják úgy, hogy egy 30-as Rambó és Trump rajongó Rednek is magára ismerjen benne. Addig ömleni fog a szar. Mi jut eszünkbe a művészfilmekről? Ki vagy? A halál vagyok. Unalom. Elvont, poshat, penészes, maníros, dohos filmélmény. 3 ember a moziban, az egyiknél szendvics. Úgy jössz ki a filmről, hogy most én vagyok ostoba, vagy ennek tényleg semmi értelme nem volt. Művészfilm mi? Azt se tudod, hogy miről beszélsz. Először is a szerzői film, jó? Már látszik ebből, hogy fogalmat sincs a filmművészetről. Prostú, pseudo-értelmiségi proli. Na viszontlátásra, jó? Ez a Bolond Piero című filmből volt egy részlet, amiben Belmondo kékre festett arccal jön, megy, ide, oda, nem tudod megmondani, hogy miért és hova, de ő Belmondo, és kékre van festve az arca. Nekem is van egy képem otthon Belmondóról, Copy Generalban nyomtattam, 99 forintos IKEA keretben tartom, és amikor ránézek, akkor érzem, hogy én egy kicsit azért más vagyok, mint a többiek. Ez a tavaly Marienbadban. Olvasom, hogy mit kell tudni róla. Nincs múlt. Illetve az elmesélése a múlt meghamisításával egyenlő. Ezért nincs elmesélhető történet sem. Csak különböző, egymással felcserélhető változatai vannak mindenféle logikai és kronológiai kényszer nélkül. Hát igen, a logikai és a kronológiai kényszerek. Az igényes film legfőbb ellenségei. Ha másért nem, az árnyék nélküli bokrok miatt mindenképpen érdemes megnézni. Léci, ne mondjál véleményt, amíg nem olvastad a Régine Fouillé 3 kötetes nagyszerű munkáját a francia új hullámról, jó? Ne keresd a neten, ott nincs fönn, én is csak a Sorbonne könyvtárában találtam meg. 72 őszén. Van az a művészfilm, ami elvont szimbólumokból, nehezen megfejthető utalásokból áll, hogy 20 embernek igazi élmény legyen, mindenki más megtalálgathat. És van a másik fajta művészfilm, ahol a kifejezésmód iszonyú nyers. Itt az a kérdés, hogy van-e gyomrod végignézni premierplánban egy abortuszt, megkínzott és meggyilkolt emberekből házépítést, vagy a saját ürülékét evő nőt. Ami a pozitívuma ezeknek a durva, naturalista, lelket és gyomrot is igénybe vevő alkotásoknak, hogy nem kell személyesen ismerned a rendezőt, hogy megértsd a filmet.
Az emberek például szeretik azokat a filmeket, amikkel lehet jókat röhögni, amiben van jó zene, és nagyra becsülik, de kevésbé látogatják azokat, amelyek szomorúak, drámát, tragédiát, nagy mélységeket sugároznak. Szeretek szenvedni. A Sátántangót moziban néztem végig. Ha nem tudod, mi az a Sátántangó, íme egy rövid ízelítő. Ez a film híres. Persze mindenki tagadja, hogy csak azért, mert 450 perc. Nem azért, mert egy pofátlan blöf. Fekete-fehér, vége láthatatlan nyomorpornó. A végére elfelejtett, hogy mivel kezdődött. 7,5 óra. Az egy munkanap. 30 barátok közt rész. 45 dancsó videó. 4 Puskás Akadémia mezőkövest bajnoki. Sárban sétáló emberekkel a fejedben jössz ki a moziból. Mintha lemennél Püskire télen, aztán néznéd a kocsmába kibejárkáló arcokat egész nap. Katarzisod az akkor lesz, hogyha a vetítés után lehúzol 2 vodkát, vagy inkább 6-ot. Szélhámosság és művészet között vékony a határ. Minél pofátlanabb vagy, annál nagyobb sikered lehet. Minél gátlástalanabbul nyomod, annál kevésbé mernek megkérdőjelezni. Ez a közös a művészetben és a politikában. Az igazán sikeres politikusok művészek is egyben. Ő világosodott az egész ország, szó szerint a legszorosabb értelemben. Hát leszakad az embernek a képiről a bőr, ne haragudjanak. Nyomorultól meg kellett változtatni a választójogi törvényt, arról többet nem akarok beszélni. Az igazán sikeres művészek politikailag is jól helyezkednek. Megtisztelően nagyszerű emberekkel építeni a mi szolnoki csodánkat, mint dr. Kállai Mária, aki alpolgármesterként és a kormány megbízottjaként is az emberek őszinte szolgálatára esküdött föl. De megpróbáltam ám feloldódni a plázák világában is. Beültem a kretén beszélő Csubakka utánzat fakéreg és az óriás egér történetére, és még néhány gyermeteg vidám park filmre. De annyi volt ezekben a tanulság, mint egy siófoki óriás kerekezésben. Katarzis meg annyi, mint az elvarázsolt kastélyban. A művészmozi felbasz, a popcorn filmek meg sem érintenek. Művészmoziba járni olyan, mint egy pervers fétis pornóra gerjedő csávóval szexelni. A plázamozi meg olyan, mint felmenni valakihez, aki durva éjszaka alatt Xboxozást ért. Így hát a két világ közé szorultam, de legalább megfigyeltem, hogy milyen típusú emberek járnak ezekre a filmekre. Ja, és jó filmek is vannak a világon, amúgy, de ezekről majd csak egy következő részben.